Tényleg csigát evett Petőfi Sándor? Petőfi Sándor egyik kedvence volt a túrós tészta, ami nem olyan, mint a ma ismert túrós tusza. Petőfi kedvencéhez a nyers tésztába gyúrják a túrót, hosszan pirítják, majd ehhez kerül még a maradék túró, bőrc és tejföl is. Petőfi imádta az aludtejet és a kávét is, ezeket gyakran fogyasztotta kenyérrel, amit beletunkolt a langyos italába. Érdekesség, hogy nem volt nagy bor és alkohol kedvelő, ritkán ivott, sört például nem is, ezek nélkül is meg tudta írni mámoros költeményeit. Na de mi a helyzet a csigával? Jókai kisregényében azt írja, hogy Petőfi télen szerette a csigát, nem a tésztát, hanem a valóságos csiga bigát, ecettel, tormával. Az éti csiga egykoron a szegények eredele volt. A csigát a házától megszabadították, forró ízben megfőzték, vöröshagymás zsíron megsütötték és tojást sütöttek rá. Tettél már valamilyen csúszómászót? Írd meg kommentben!